Ezek a diákok már duális képzésben kezdték felsőfokú tanulmányaikat idén szeptemberben a Nyíregyházi Egyetemen. A Magyarországon is újnak számító képzési formát 4 szakon indították. Ezek a gépészmérnök, a mezőgazdasági gépész, a közlekedésmérnök, valamint a gazdálkodási és menedzsment. A Nyíregyházi intézménynek jelenleg 40-nél is több partnercége van, ahol gyakornokként dolgozhatnak a hallgatók. Mind a gazdaság, mind a társadalom részéről egy régóta markánsan megfogalmazódott igény az, hogy a felsőoktatási intézmények ne csak a tudomány világába vezessék be a hallgatókat, hanem az elméleti koncepciók mellett a munkaerőpiacra való kilépés előtt a gyakorlatra, a szakmára is megfelelő módon készítsék fel a hallgatókat. És erre az elvárásra válaszként indítottuk el a duális képzésünket, amelynek keretében most 2016. szeptemberétől 14 hallgatónk kezdi meg a tanulmányait a duális képzés keretében a gazdálkodás menedzsment szakon. A 4 szakon először egy 3 hónapos elméleti időszakkal kezdődik az oktatás. Ekkor a tudományos ismereteket sajátítják el a hallgatók, majd a következő 3 hónapot gyakorlattal töltik a választott cégnél, hangzott el a Nyíregyházi Egyetem és a cégek közötti szakmai megbeszélésen. A diákok miután pályáznak gyakorlati helyre, egy elbeszélgetésen vesznek részt, ezután a cég dönt, hogy köt-e velük hallgatói szerződést vagy sem. Ha nem, akkor nem duális képzésben, hanem a hagyományos formában folytatja tovább, vagyis hát kezdi meg a tanulmányait. Nagyon érdekes, mert azok a cégek, akiknek korábban már voltak, meg a mi mérnök szakjainkon ugye korábban is volt duális képzés, elmondják, hogy nagyon jók a duális képzési formák, mert a hallgató pillanatokon belül rájön, hogy valóban ezt választotta-e. Az országos tendenciák azt mutatják, hogy például a agrárszakon nagy a lemorzsolódás, nálunk nem ez volt, mert akkor jön rá a hallgató, hogy mondjuk az agrár területen napi 24 órás munkát jelent. A duális képzésen tehát a diákok még az iskola mellett eldönthetik, hogy valóban a számukra megfelelő szakot választották vagy sem, és időben dönthetnek akár a váltásról.